az ország egyik legnépszerűbb egyetemeként a Debreceni Egyetem a kvalifikált képzés mellett arra is törekszik, hogy hallgatói emlékezetes egyetemi évekkel gazdagodjanak. Február 15-e az egy nagyon fontos dátum a középiskolások életében, és azt hiszem, hogyha a Debreceni Egyetemet választják, akkor semmiképpen sem fognak csalódni. Itt régen is jó volt egyetemistának lenni, és azt hiszem, hogy a mostani időkben még jobb egyetemistának lenni. Debrecen egy nagyon szépen élhető város. Itt több mint 30 ezer hallgató van, ezek a hallgatók betöltik az egész várost. Megvan a pezsgés, szórakozási lehetőségek, sportolási lehetőségek, sportpályák, botanikus kert, de az egyetemi kampuszok azok egy kicsit a város zajától távolabb, parkokkal övezve helyezkednek el, ami egy rendkívül kellemes környezet az oktatásra és kutatásra. Hát jó itt tanulni, és minden feltétel megvan ahhoz, hogy itt eredményes legyen a tanulás. A mai időkben nem csak a oktatásnak a minősége fontos, hanem az is nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a hallgatók ezek alatt, az évek alatt, mert ténylegesen fiatalságuk legszebb éveit töltik el itt az egyetemen. Talán nem szerénytelenség azt mondani, hogy ilyen vonatkozásban egy lépéssel előrébb járunk a többi intézménynél, mert itt egy évvel ezelőtt egy központba tömörítette az egyetem mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek a hallgatókat érintik, és ezt a központot, amelyet úgy nevezünk, hogy Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja, a Hallgatói Önkormányzattal együtt működtetjük. Ez garancia arra, hogy ténylegesen a hallgatókért létezik ez a központ, és olyan módon működik, hogy a hallgatóknak ez a lehető legjobb legyen. Azért választottam a Debreceni Egyetemet, mert rengeteg pozitív visszajelzést kaptam róla. Mikor a felvételi előtt álltam, nagyon sokat gondolkoztam, hogy hova mehetnék, és sok ismerősöm volt itt az egyetemen, ezért mikor kérdeztem őket, akkor meghatározó volt az a sok pozitív visszajelzés, amit ők mondtak az egyetemről, mind a karokról, mind a szakokról, illetve a hallgató életről is. Miután ide kerültem, beigazolódott ez, hogy tényleg egy jó választás volt, mert nagyon könnyen beilleszkedtünk elsősként a hallgatói közegbe, nagyon segítőkészek voltak az oktatók, jelenleg már a mesterszakot végzem, tehát másodjára is a Debreceni Egyetem mellett voksoltam. Ez pedig úgy gondolom, hogy egy nagyon jó döntés volt, és mindenkinek csak javasolni tudom, hogy ő is jöjjön közénk, hiszen rengeteg programmal tudunk szolgálni nekik, és egy nagyon összetartó kis közösség ez a Debreceni Egyetemem. Kiemelném a hallgatói sportolási lehetőségek közül az egyetemhez köthető és sportszervezetekben űzhető versenysportot, ami a legmagasabb szinten is jelen van. NB1-es a röplabda férfi csapatunk, illetve a férfi kosárlabda csapatunk NB1B-ben szerepel. Ezen felül kosárlabda csapataink vannak NB2-es osztályban, futsal női férfi csapataink NB2-es bajnokságokban szerepelnek, illetve a labdarúgó szakosztályunk a megye első, illetve két megye másodosztályú csapatunk is van, ahol szintén várjuk a hallgatókat, és eddig is már jelentős részben hallgatók sportolnak ezekben a szakosztályokban és ezekben a csapatokban. Testnevelés tanórákon belül is nagyon széles spektrumból választhatnak a hallgatók, akár a táncok, úszás, labdarúgás, illetve különböző egyéni, illetve csapatsportokat is kipróbálhatnak, akár a lovagláson keresztül is a hallgatók, ami tulajdonképpen országosan is egyedülálló. Több mint 20 sportból választhatnak a Neptunon felvehető testnevelés során belül, vagy szolgáltatás, vagy szervezetesi óra keretében a hallgatóik.